kávéház, ez egy újszerű kezdeményezés. Az országban már több helyen, megyeszékhelyeken megismerték, de nemrég néhány hónappal ezelőtt indult Budapesten a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának, a VOSZ Budapesti Szervezetének, az Ipartestületek Budapesti Szervezetének a együttműködésével és a KKV-ház ZRT-nek a szervezésében. Gyakorlatilag itt a kávéházi hangulatban kerekasztaloknál leülve beszélünk meg érdekes olyan társadalmi-gazdasági témákat, amelyekhez mindenki hozzászól, mindenki szívesen hozzászól. Az a különlegessége egy ilyen klubnak, egy ilyen kávéháznak, hogy olyan emberek is meg tudnak szólalni, akik általában a konferenciákon nem tudnak megnyilatkozni, és gyakorlatilag az érdekessége még az, hogy az emberek egymással való kapcsolatépítésének sokkal erősebb kötődése az, ha egymással vitatkoznak, ha egymással beszélgetnek, mint hogyha közösen hallgatnának valamit. Ez a bizonyos szempontból a helyi vállalkozásokból él, tehát jól felfogott érdekünk az, hogy itt a helyi vállalkozások jól érezzék magukat, munkáikat teremtsenek és adót termeljenek, úgyhogy az Iparkamerával, az új vezetésével is jó kapcsolatban vagyunk, és ha azzal tudunk segíteni, hogy ide hozzuk őket a házasságkötő terembe, akkor remélem nem csak házasságokat, hanem jó üzleteket is lehet itt majd kötni. A VOSZ Budapesti Pest megyei szervezete azért áll egy ilyen komoly rendezvény mellé, mert egymástól veszünk és adunk információt. A szövetségünk az egyértelműen a vállalkozók felé ad napi információkat, reméljük, hogy megfelelő módon, viszont nekünk is szükségünk van arra, hogy tudjuk, hogy a vállalkozóknak milyen információra van szükség, és ezáltal mi is tudjuk továbbfejleszteni a szervezetünket. Gyakorlatilag az a víziónk, hogy minden kerületben legyen egy kávéház, egy KKV-ház, és minden megyeszékhelyen is legyen egy KKV-ház, és gyakorlatilag ma már az internet lehetővé fogja azt tenni, hogy ezek a klubok egy időben ugyanazt a témát egyszerre tárgyalják. Ezt szeretnénk rövidesen elérni, és ebben köszönjük Zuglónak is a támogatását, polgármesterünknek a támogatását, hogy ide befogadott bennünket, és itt ebben a kerületben is egy ilyen katalizátor rendezvényt tudunk tenni. Az Zuglói Tapcsoport jelenlegsége, az Zugló Formáció, illetve együtt a VOSZ-szal és a KKV-hez elkezdte ezt a rendezvény sorozatot, és reméljük, hogy ebből egy hagyomány lesz, és ez minden kerületben végig fog menni. Köszönöm szépen a meghívást, köszönöm, hogy megkerestek azzal kapcsolatosan, hogy helyszínt adjunk ennek a mostani rendezvénynek. Talán tudják, hogy ez egy házasságkötő terem, ahol alapvetően jó dolgok történnek, de azért én megjegyzem, hogy a képzetes kerületüléseket is itt tartjuk, tehát a különböző érzelmi reakciók széles skáláját látom ez a terem. Én azt remélem, hogy itt meg a jó beszélgetések, vagy adott esetben akár a üzletek kötésére is van lehetőség, meg egy jó kapcsolat kialakítására, úgy tetszik egyfajta házasságra az Zugló önkormányzata és a kis- és közepes vállalkozások között. Nyilván minden önkormányzatnak, minden település vezetőjének elemi érdeke az, hogy helyi vállalkozásokkal jó kapcsolatban legyünk, hiszen bár önök mondjuk az iparőrzési adót sajnos nem nekünk fizetik, hanem a fővárosnak, és mi úgy kaparunk, hogy abból valamit visszakapjunk, de hát nyilván az, hogy itt vannak munkáket teremtenek, szolgáltatásokat nyújtanak a lakosságnak, ez mind nagyon fontos nekünk is, majdnem ugyanannyira, mennyire önöknek. És természetesen abban vagyunk mi is érdekeltek, hogy minél több vállalkozás itt az úrban megtelepedjen. Van is belőlük jó sok, én úgy emlékszem, hogy talán 10 000 bejegyzett vállalkozás van, ami Zuglóban működik, főleg szolgáltatással foglalkoznak. És persze a nagy cégek mellett nagyon fontosak a kis és közepes vállalkozások is. Két dolgot szeretnék említeni, csak azért, hogy az őszinteség egyében beszéljünk erről. Van egy olyan, amiben van egy rossz hírem, vagy van egy jó hírem, ahogy tetszik, de a rossz hír is kevésbé rossz, hogy át tudjuk beszélni. Az egyik dolog, amiről már itt, ahogy megérkeztem egyből körbe, tehát többen is kérdezték, hogy mi lesz a parkolással. Ugye Zuglóban jelenleg nincsen fizetős parkolás, ami közlekedés szervezési szempontból nem indokolt, hiszen a körülöttünk lévő összes kerületben, ami a belvárost illeti, mindenhol van a fizetős övezetek, és nagyon sok átparkoló autó van Zuglóban, tehát a lakosság részéről azokon a területeken, ahol nagy az a átparkolás, hogy van egy komoly igény, hogy valahogy szabályozunk ezt a helyzetet, ami nyilván a helyi vállalkozások számára egyfajta verseny előny volt eddig, hogy
hogy ingyenes volt a parkolás, de azt gondolom, hogy lehet egy verseny előtt előnyt csinálni abból is, hogyha sikerül közöttünk egy olyan fájlászületet kialakítani, hogy milyen kedvezményeket tudunk adni egy vállalkozásoknak, és akkor viszont azt a parkolási káoszt, ami sajnos a kerületben van, tehát elvileg hogy lehet parkolni, gyakorlatilag lehetetlen, abban talán egy kicsit mind a kettő számára, mind a két fél számára előnyt sem tudunk vele változtatni. Tehát ebben én csak nyitottságot szeretném mondani, hogy ebben sajnos lépéskényszerben vagyunk, sajnos nem sajnos, ez különböző módon merülhet föl, de a lakosság részéről ez egy nagyon jó igény, és nekünk ebben az ügyben lépnünk kell, de maximális nyitottak vagyunk arra, hogy olyan kedvezményt rendszert alakítsunk ki, ami helyi vállalkozásoknak azok ügyfeleket fogadnak, akik be akarnak járni a munkahelyükre, akiknek a munkatársai szintén esetben autóval közlekednek, és mondjuk parkolni akarnak, azokkal tudjunk egy jó kapcsolatot kialakítani, és megoldani ezt a kérdést, hogy önök is legalábbis nehezemedői legyenek ennek a helyzetnek. Ugye az István mezőt érinti, illetve a Lőspezét tér egy részét, tehát nem a kerület egészét, de a belvároshoz közelebb eső részét, illetve a metró megálló környékén létezik ez a probléma. Tehát itt csak nyitottságomat tudom mondani. A másik, ami egy nagyon fontos vállalásunk volt nekem személy szerint a polgármesteri választási kampányomban, hogy nagyon sok önkormányzat üzletenség van, amely üresen áll. Ez tipikusan olyan lehetőségeket vetnek magukban, ami kis és közepes vállalkozásoknak jelenthet megoldása ahhoz, hogy valamilyen vállalkozási tevékenységet folytassanak. És szeretnék újra gondolni a valamilyen gazdálkodásokat abban a szempontból, hogy megkönnyítsük itt és olyan a bérleteknek a kiadását, illetve egy olyan helyzetet teremtsünk, amiben, hogyha a rendjelenlegi jogszabályok alapján nem tudunk valamit kiadni, akkor se álljunk ügyesen, hiszen valójában az önkormányzat számára az egy sok esetben akár, most mondom egy fiktív például, sok esetben meg is megint, hogy ingyen kapna meg egy vállalkozás azt a bizonyos üzlethelységet, hiszen akkor ő legalább rendben tart a szolgáltatást nyújt, illetve például a közös költségeket tudja fizetni. Tehát próbálunk az ingatlan helyiséggazdálkodásunknak kapcsolatosan egy olyan koncepciót kialakítani, ami egyfelől az önkormányzat felelős gazdálkodásának természetesen megfelel és látható, ugyanakkor egy életszerű szabályozás feltételezés és lehetőséget kéne arra, hogy ezeket az üres helységeket úgymond belakják szokói vállalkozások, és a lakosság is hasznos elérni azoknak a szolgáltatásoknak vagy kereskedelmek, amit be tud indulni. Nagyon sok vállalkozást összekapcsolni, és tudunk egymásnak segíteni partnerkeresésben, kapcsolatunk kiépítésében, és hitelpályázati ügyekben. Ami nagyon fontos a vállalkozások számára, hiszen ebben az évben és a következőben felkészítjük a vállalkozásokat arra, hogy jövedelemtermelő képességüket minél jobban ki tudják aknázni, és minél nagyobb kapcsolati tőkét legyenek szert. A GSZT részéről, a gazdasági szolgáltatások tagozat részéről várjuk azokat a vállalkozásokat, azokat a szakmai szerződéseket, akik ebben minket támogatnak, ösztönöznek és segítenek. Köszönöm szépen! Jó estét kívánok, Csúri Ferenc vagyok, és a KKB házzal a Joint Venture Szövetségnek sok-sok éve egészen szoros együttműködése van. Talán a Joint Venture Szövetség nem mindenki előtt ismert, múlt évben volt a szövetség 30 éves, ez a szövetség volt a legelső, még a rendszerváltás előtt, amely próbálta összefogni a Magyarországra jött először külföldi tőkét, utána nagyon gyorsan természetesen nyitott a magyar vállalkozások felé, és egy igen jelentős része a Joint Venture Szövetségnek a kis-középvállalkozások közé sorolható, sőt a mikrovállalkozások is elég szép számmal képviseltetik magukat. A Joint Venture Szövetségben van egy úgynevezett KKV bizottság, vagy munkacsoport, ahogy Jóska az előbb említette. Ez a munkacsoportnak három nagy feladata van, többek között az érdekképviselet, az információ továbbítás és hát természetesen a networking is. Rendszeresen rendezvényeket szervezünk, ebben vannak beszállítói fórumok, ebben vannak finanszírozással kapcsolatos rendezvények, és így tovább, és így tovább. És hát a szövetség nevében is újfent sok sikert kívánnék a KKV háznak és ennek a klubnak is. Hát az ügyvezetőkre óriási nagy szükség van, vitathatatlan, mert hogyha azt nézzük, ugye, mint ipartesteteknél, hát el nem tudom képzelni, hogyha az ügyvezetőm nem jól csinálja a dolgot, akkor hiába megyek bárhová, és bármit kivincselek, hogyha közben ott megáll a munka.
Tehát egy nagyon jó ügyvezető, az sokszor többet ér, mint hogy én ott vagyok. A sport és az egészség ugye másik gondolat itt. El nem tudom képzelni, hogy egy egészséges szervezet sport nélkül legyen, vagy fordítva. Ez szimbiózis van a két dolog egymással. Tehát ebből következik ugye az, az én számomra. Én ma is reggel, amikor felkelek, akkor még egy picit csinálgatok munkákat azért, hogy visszatérjek és egy 76 év körül. Köszönöm. Sok szeretettel köszöntöm én is Önöket, Vos Budapesti Pest megyei regionális szervezete nevében, ismerős arcokat látván. Ez egyébként tényleg örömmel tölt el, hogy itthon, szüke pátriárkámban, én nem késtem, mert én többnyire itthon vagyok Zuglóban. Ugyanazokat az arcokat, akiket Budán is látok, hála jó Istennek Zuglóban is üdvözölhetem. És tényleg egy itt már az előtt nem szólok elmondták. Tudás, kultúra, sport. Én azt hiszem, hogy ez a három sok mindent elmond, és sok mindent fel is takar, és körbeül el. Ha más nem az itt lévő embereket, és ebből már csak egy picit kell, és már ott a szeretet is. Tehát, hogy nem, söpörjük le a másik vállalkozót, hanem tisztelve, de meghallgatjuk egymást, és hátra egy picit előre is tudunk mozdulni, főleg úgy, ha hátulról kapunk egy kis kultúrát, egy kis élményt ahhoz, hogy ezeket a tényleg kemény, akár 24 órát átdolgozott napokat egy picit enyhítjük, néha-néha egy-két órában a KKV-ház keretében. Mi egyet tudunk még, mint VOSZ hozzátenni, információt adunk, amit csak tudunk, hírleveleken keresztül, honlapunkon keresztül, ilyen események alkalmával, ami éppen eszünkbe jut, természetesen más sajtóorgánumokban is, itt a Zugló TV, csak szoktam volt mondani, minden két hétben van egy vállalkozó sarok, ahol azért elég sűrűn és elég sok információt adunk át a vállalkozóknak. Természetesen nem csak Zuglóban nézhető, hanem online módon bárki megnézheti. És ezen kívül pedig azt mondom, hogy nem csak adunk, hanem kapunk információt, hogy mivel foglalkozzunk a következő időszakban, mit vigyünk tovább azokra a döntési helyekre, amikre azért eljutnak az itt elhangzottak. Hála jó Istennek a Nemzetgazdasági Minisztérium is Ujjási jó voltából támogatja a rendezvényünket, ha mással azzal, hogy meghallgat bennünket és kéri az anyagokat, hogy mik hangzottak itt el. Hát ha egyszer beépülnek majd a jogszabályokba, és hát ha egyszer valahol már nem régen mondtam valamelyik sajtóorgánumnak, hogy a törvényhozás, a jogalkotók egyszer felnőttnek nézik a vállalkozókat. Én nagyon bízom benne, hogy eljön ez az idő, és amiben most viszont tudunk, segítünk, mert a KKV-knak nem csak a kávéház kell, hanem információ is, mert akkor jó egy vállalkozásra az ügyvezető mindent tud, mert neki mindent kell tudni, csak sajnos amikor naponta változnak a jogszabályok, akkor nehéz mindig mindent tudni. Hát próbáljuk meg együtt.